Interjú alanyunk elárulta az Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság álláspontja szerint a lehetőségekhez mérten az anyateljes táplálás legalább addig tartson, míg a gyermekbe nem tölti a 6 hónapos kort. Mint mondta, ez az immunrendszer számára egy plusz támogatást jelent, ezért nagy jelentősége van az allergia elkerülésében. Emellett az is lényeges, hogy a szoptató édesanyának az étrendje nagyon változatos legyen. Itt Magyarországon van jó pár szép hit az édesanyák táplálkozásával kapcsolatban, például, hogy nem lehet hüvelyeseket enni, vagy nem lehet tejet, tejterméket fogyasztani, vagy olajos magvakat, de ezek mind-mind hamis állítások, tehát a hüvelyesek, vagy a kifasztó hatású rostok, azok egyáltalán nem szívódnak föl, és nem jutnak az anyatejbe, tehát a csecsemőknek a kólikáját nem is ez okozza, tehát egy nagyon változatos anyateljes táplálás is biztosítja az allergiás megbetegedések megelőzését. Mint kiderült, a legfrissebb kutatások szerint az allergének, többek között ilyen a tej, a tojás, a szója, a glutén és az olajos magvak, késői bevezetése növelheti az allergiás tünetek kialakulásának az esélyét, ezért a felsoroltakat érdemes már fél éves kortól adni a babáknak. Dr. Páfi Erzsébet ennek kapcsán több gyakorlati példát is hozott. Glutén esetében például egy mokkás kanál glutén tartalmú gabonafélé, tehát általában zab vagy búzatehely szokott lenni, adunk oda a csecsemőnek naponta. Ezt bele lehet mondjuk az alma püréjébe vagy az almalébe keverni, és akkor ezt az adagot emeljük fokozatosan egy éves korig. Vagy a tej esetében nem is a tejjel kezdjük el az allergénbevezetést, hanem a fermentált tejtermékekkel, joghurttal, kefirrel, sokkal könnyebben emészthető a fehérje tartalma ezeknek, és laktózmentesek. Először ezeket az allergéneket érdemes főkezelve adni, tehát egy olyan fűzelékbe beletenni, amit megfőzünk neki, és későbbiekbe pedig nyers formába, itt a joghurtra vagy kefirre gondolok, vagy aztán reszelt sajtot lehet, vagy tehén túrót adni. Hozzátette, a földi mogyorót naturkrém formájában ajánlja fogyasztásra a fulladás veszély elkerülése véget. Továbbá heti egy alkalommal kifejezetten javasolja a szálkamentes halak beépítését az étkezésbe, ezeket akár fűzelékbe vagy almapürébe is belekeverhetjük.